szörnyre azért van szükség, hisz kislászol, aki olimpiai bajnokokat nevel, biztos már nagyon utálja a vizet, ugye gondolom a kisgyerekek, amit ráfröcskönök, még az elől is meg tudja védeni az esernyő. Lacikám, valóban utálod a vizet? Szó, ami szó, ez így igaz. Ha valaki napi 6-7 órát egy medence partján ül, akkor nem szívesen megy be a vízbe úszni. Zuhanyozásra azért még nagyon szeretem. Egyáltalán tudsz-e úszni? Bármennyire is hihetetlennek hangzik, de még igen. Én hiszem azt, hogy az olimpiai aranyérem egyik jogos tulajdonosa te vagy, amiket az Egérke nyer. Miért a véleményed? Nagyon szépen köszönöm, de én azt hiszem, hogy ha valamelyikhez igazán Isten igazából köszönni, vagy közön van, az elsősorban a szőúli aranyérem, hiszen az Egér akkor még olyan kicsi volt, és annyira hallgatott, már most is hallgat rám, hogy teljes mértékben lehetett itt irányítani. Milyen úszónak érezted magad? Lehetettél volna mondjuk olimpiai bajnok te is? Őszintén én úgy érzem, hogy saját magam edzői szemmel biztos, hogy nem. Jó úszó lehettem volna, de én elég korán avval kezdtem foglalkozni edzőséggel, és 24 éves koromban én már vezetőedző voltam itt a Spartakuszban, és ahogy számolom, ebbe az évben betöltöm a 30 éves edzői pályafutásomat. Mivel kapcsolódsz ki, Laci? Nekem van egy ősrég, az is vízzel kapcsolatos hobbim, az a pecázás, és Dunafüreden vagyok, kérlek szépen, nagyon komoly horgászegyesület tagja, a Dubics Tamás Horgászat Egyesületnek a tagja, és ott szoktam kipihenni idegileg ezt a fáradtságot, amit az edzőség. De a legnagyobb horgász vagy, hisz a vízből egy négyszeres olimpiai bajnokot, világbajnokot, Európa bajnokot sikerült kihorgászni. Hála Istennek, mert ez azért valahol szerencse is kell az aranyhalat megtalálni, és tény és való, hogy a Krisztinával az edzői pályafutásom csúcsának is tartom egyben. Egy olyan fantasztikus 8 évet tudtunk eddig le, ami, hogy mondjam neked, igazán Isten igazából soha nem volt kemény vagy komoly konfliktus. Mit teszel akkor, amikor Egérke fennáll a dobogó tetején? Hát valahol az ember a versenyzőink keresztül a saját beteljesülését is látja, hiszen egy edző munkája az eredményekbe testesül meg, és ez egy fantasztikus jó érzés, amikor a tanítványa a dobogó legtetejére fel tud kapaszkodni. Hogyan tovább? Az íre a pont, az lenne, hogy az atlantai olimpián harmadszor is felállhatna a dobogó legtetejére. Lacikám, ez csak tiszta szívből sikert kíván a vasárnapi turmix és a Hello bajnok csapata. Egyben át is adnánk neked egy aranyérmet, bár nem olimpiai aranyérem, de azoknak szálljuk, akik nagyon sok örömet szereztek a magyar sportban nekünk, és engedd meg, hogy ezt az érmet mi nagy szeretettel átadjuk, és sok sikert továbbra.